estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Az elmúlt időszakban megszaporodtak a kormányellenes tüntetések. Azt kérdezik meg az emberektől, hogy a korábbi időszakban miért nem tüntettek. Miből telt be? Az elégedetlenség, és az, hogy amit ígértek, semmit sem tartanak be belőle. Fiatalok okozták azt, hogy az idősebbek is rájöttek arra, hogy nem kell félni, nyugodtan lehet jönni és az igazunkért harcolni. És az internetadó volt a választóvonal egyébként ön szerint, ami után egyre több? Mert az már a fiatal generációt is érintette. Mert az internetadó miatt a fiatalok kezdtek el föllázadni, és tulajdonképpen őnekik kell elindítani minden új dolgot. Szomorú, hogy időskoromra kellett kijönni egy ilyen tüntetése, de ez már kiverte a biztosítékot. Én is a fiamnak vagyok itt a nyugdíjpénzára, nem az enyém, mert én már az öreg vagyok. Itt a Gyurcsány az jól átverte itt a jó népet, hogy 2016-ban átverte a többieket. 2015-ben lesznek új választók. 2018-ig ki fogja bírni a kormány, vagy pedig lesz előtt? Nem valószínű. Nem valószínű, mert egyre nagyobb a szorítás. Majd meglátjuk. Mi itt Budapesten azt hiszük, hogy ilyen az egész ország, de nem, mert vidéken, ha elmegy egy vidéki szállodába a Hír TV-n és az M1-en kívül még egy ötcsillagosban sem tud mást hallani. Hát megsegíteni, figyeljél ide, az Angela Merkel két hónapon belül úgy tökörrúgja az Orbánt, hogy elszáll, mint a győzelmi zaj.